Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Roco 2024-es újdonság katalógusát fogom megnézni, elsősorban hazai vonatkozású modellek tekintetében. Lapozzunk is bele a katalógusba, és nézzük meg, mi az első mávos modell. A 143. oldalon egy Szergejt találunk. A retro festésű Szergej a 127-es pályaszámú. Ez a Szergej már egy ráncfel varrott mozdonynak ígérkezik. A gyártó írta is, hogy külön kapcsolható fülkevilágítás, géptérvilágítás, illetve átdolgozott géptér van a mozdonyba, ezeken felül pedig a forgóvázon a vezetékeket is átdolgozta a gyártó. A mozdony megjelenése a harmadik negyedévre várható a katalógus szerint. A következő oldalon a mozdonyhoz passzoló retro festésű BD kocsikból álló szerelvény található. A 4 kocsis szettet az első negyedévre ígéri a Roco. Ugye ezek elsősorban átfestések, ezek a kocsik, a standard Roco Y kocsinak a mávosra történt átfestései, ugyanúgy, ahogy tavaly a vékony csíkos Y kocsik, úgy ezeknél is nagyjából hasonló külcsínre és tartalomra lehet számítani. Kifejezetten szerencsés, hogy a gyártó most úgy választott mozdonyt és kocsit, hogy azok teljesen egy hangba legyenek. Így aki beszerzi mind a mozdonyt, mind a hozzávaló 4 kocsit, egy tetszetős szerelvényt tudhat majd a birtokában. Magyar vonatkozású modellek közül még a teherkocsiknál 2 teherkocsi szerepel a katalógusba. Az egyik a már tavalyi év végén bejelentett, és igazándiból ilyen január első hetében megérkezett eltolható oldalfalú kocsi, a másik pedig egy negyedik negyedévre ígért, negyedik korszakos GG típusú teherkocsi lesz. A direkt mávos dolgokból ennyi volt így a katalógusban, egy mozdony, egy kocsiszett, illetve ez a 2 darab teherkocsi. De most nézzük meg, hogy milyen másik hazai vonatkozásban releváns modellek kerültek bele még a Roco katalógusába. Ha a cseh modelleket nézzük, akkor egy 3 kocsis szett található Eurofima kocsikból. Ezek a kocsik olyanok, amik még nem voltak kiadva ugye a gyártó által, egy ABMZ kocsi, illetve 2 BMZ típusú kocsi, az egyik SGP forgóvázas, a másik kocsi pedig a gyerekmozis mintával rendelkező jármű. A másodosztályú kocsik azok a mai napig járnak a Metropolitan Eurocity-ben. A Roco kocsijai továbbra is csak átfestések, tehát a régi Eurofima kocsi cseh színre való átfestései, ezt mindenképpen érdemes megjegyezni ezeknél a járműveknél. Továbbra is a cseheknél maradva egy CD Cargo Kocúr is fog érkezni, 6. korszakos kivitelbe. Nem írtak pályaszámot, de ilyen CD Cargós kocúrok azért elég gyakran előfordultak a hazai vasúthálózaton. Nem tudom, hogy sikerül-e olyan pályaszámot választani, ami hozzánk bejár, de mindenképpen érdekes mozdonytípusról van szó, erre én is nagyon kíváncsi vagyok, hiszen itt a 70-es vonal mellett is rendszeresen látok ilyen mozdonyokat. Tovább haladva egy Adria Transportos Herkules is található a katalógusba, szintén hozzánk rendszeresen bejáró és itt dolgozó mozdonyról van szó. Ennek a megjelenési ideje a negyedik negyedév lesz a gyártó honlapja szerint. A magánvasúti gépek közül Vectronok tekintetében egy budaváros Vectron, a 193-580-as pályaszámú gép is szerepel a katalógusba, ő is szintén megfordul a magyar vaspályákon napjainkban. Tovább haladva a Vectronoknál a TX Logisztik Vectronja is hazánkba rendszeresen bejáró gép. A 193-997-es pályaszámú mozdony szerepel a katalógusba, ez fogja kiadni a Roco. Itt is a Lokenborn céggel közösen készült ugye a mozdony dizájnja. A TRAXXokra áttérve a Metrans TRAXXa, a 386-012-es pályaszámú mozdony is szerepel a gyártó katalógusába. Ez a mozdony is rendszeresen megfordul különféle konténervonatok élén hazánkban. Kocsikra áttérve, nagy meglepetésként a Roco is az idei évben, illetve hát ha jól tudom, még tavaly valamikor jelentette be, hogy lesz ilyen, megjelenteti a németek IC vezérlő kocsiját. Ennek a kocsinak olyan relevanciája van, hogy a 2000-es évek fordulóján ilyen kocsik jártak az EC24-es Liszt Ferenc Eurocityben, és ugyan nem használták ki a hazai részen a vezérlő képességüket, de ilyen kocsi megtalálható volt a szerelvénybe. Ebből a kocsitípusból korábban a Fleischmannnak volt már kiadása, viszont az hossztorzított volt, itt a Roco kocsia az exakt 1,87-es hosszúságú lesz. A sors pikantériája, hogy a Piko is ugyanezt a kocsitípust bejelentette, és várhatóan nem sokára meg fog érkezni. A Roco kocsia is egyébként első negyedévre van írva, valószínűleg majdnem, hogy egyszerre fognak megjelenni a Piko hasonló kocsiával. Szintén kocsik tekintetében van két darab szett a Dolcsabántól, egy 3, illetve egy 4 darabos szett, amikbe IC kocsik találhatóak. Ezek az IC kocsik gyakorlatilag szintén a 24-es, 25-ös számú Liszt Ferenc Eurocity részei voltak. Egyedül az étkező kocsi az, ami hozzánk nem jár be, a többi kocsiból és a vezérlő kocsiból viszont gyakorlatilag ki lehet rakni egy 2001-2002-es összeállítású Liszt Ferenc Eurocityt, mellé mondjuk akár lehet ÖBB Taurust, vagy ÖBB 1014-es Sziszit is csatolni, és akkor van az embernek egy komplett szerelvénye. Tovább nézegetve a kocsikat, még a lengyel vonalon van 3 relevánsnak mondható kocsi, egy étkezőkocsi, egy bauceni étkezőkocsi és 2 darab görlici hálókocsi. Az egyik még ilyen 4.-5. korszakos átmeneti festési variánsba, a másik pedig 5. korszakos festési variánsban. Ilyen kocsik is számtalan hazánkba bejáró nemzetközi vonatban megtalálhatóak voltak annak idején. A katalógusban szerepel még egy darab másodosztályú Inlandswagen City Shuttle felirattal. Ilyen kocsik különböző EU-régió vonatokban rendszeres vendégek voltak a hazai vaspályákon. Ennyi volt nagyjából a Roco katalógusa, így a magyar és a magyar vonatkozással rendelkező modellek tekintetében. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!